Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit ebből a profi beállításból. Igazándiból nem is tudom, mit mondhatnék. Így amúgy megéri elkezdeni egy videót, hogy amúgy nem tudom, mit akarok mondani. Szóval mostanában, jó, igazából nem szeretnék kertelni, mostanában amúgy annyira nem éreztem jól magam, így beteg is voltam, meg a fejemben is vannak problémák. Úgyhogy igen, szóval kicsit más a hangulatom, mint általában szokott lenni, most így egy hónapja. Nem tudom, igazából tudom pontosan, hogy mi a bajom, viszont ezt nem annyira akarom elmondani az interneten, talán ez nem annyira nagy probléma. Ja, és most nem azért ilyen a szemem, mert sírtam. Most nem azért ilyen. Azért ilyen a szemem, mert ugye akneroxidot használok az arcomra, és azt, hogyha túl közel kenem a szememhez, akkor itt nagyon kiszárítja éjszaka, mert ugye éjszakára szoktam felkenni az akneroxidot. Úgy érzem magam, hogy így most igazából minek beszélek erről, ha nem mondok semmit. Igazából annyi a lényege ennek, hogy mentálisan és lelkileg nem vagyok túl jó állapotban a napok, mi van ebben az utóbbi egy hónapban. Ezt igazából azért szerettem volna mindenképp megosztani, mert valószínűleg az egész videóban más lesz a hangulatom, vagy amúgy lehet, hogy ti észre se vennétek, mindegy, mint amúgy szokott lenni. Igen, úgyhogy gondoltam, ennyit megosztanék belőle. Viszont ma van az első nap, hogy ilyen nagyon jó idő van, vagy hát ilyen 25-26 fok, úgyhogy amúgy rövid nadrágban vagyok. Piknikezni fogunk menni, és mutatom az én piknik szettemet, vagy hogy mit fogok vinni a piknikre. Szóval ez egy piknik haul. Áfonya, ami amúgy nagyon kevés. Két chips. Ilyet még amúgy nem is ettem, és nagyon izgatta a fantáziámat. Ez grillezett zöldségízű, és tudjátok, ez az ilyen sütőben sült, és egy ketchupos pomber, mert az a örök kedvencem, gyerekkorom óta szerintem a ketchupos pomber a kedvenc chipsem. Illetve viszek még egy csomó ilyen fantát, ami ez az új, tudjátok, hogy nem lehet tudni, hogy milyen ízű, ugyanis velük most közösen együtt dolgozom egész évben, valamint a fantával. Amúgy ennek nagyon-nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy engem választottak. Mármint, hogy mi van? Ezen a pikniken most be fogunk fotózni a fantának egy posztot, és megkóstolgatjuk ezeket a kis fantákat, és kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a tippje, hogy milyen ízű. Egyébként ez a videó nem szponzorált, mert ez a videót nem támogatja a Fanta, csak ezt is viszem a piknikre, úgyhogy gondoltam, megmutatom. Illetve egy kis szőlő, ami mag nélküli, ugyanis szerintem a szőlőmaggal kicsit úgy vagyok, mint a csontos húsokkal, hogy így csak úgy szeretem bevenni a számba, hogyha nincs benne mag, meg a húst is, hogyha nincs benne csont. Szóval igen. Emlékeztek amúgy még erre? Ne higgy annak, amit látsz, a só is cukornak néz ki. Ezt azóta sem vettem a falról, mert nem tudom, bárányszor elnézek ilyen. Tehát annyira szar, hogy nagyon tetszik. Úgyhogy igen. Vagy hát igazából amúgy igaz? Konkrétan annyira meleg van, hogy nem az, hogy ma már fel lehetett venni rövid nadrágot, hanem hogyha nem rövid nadrágban lennék, akkor megsülnék. Meg át kellett pakolnom egy nagyobb vászontáskába, mert nem fértem el a kicsiben. Viszont az a mániám még mindig tart, ami évek óta, és ez nem tudom, mikor fog visszatérni a normális kerékvágásba, de hogyha tehetem, én mindenhova gyalog megyek. Szóval, hogy így valahogy, ha rágondolok a tömegközlekedésre, de igazából az autóra is, szóval nem azt gondolom, hogy jaj, de taxiznék, mert hogy így az sem, hanem hogy így, nem tudom, valahogy azt érzem, hogy ha gyalog megyek, akkor így én koordinálom a tempóm, meg így nem tudom, ilyen tök jó érzés így gondolkodni, meg ilyesmi,
Viszont így nyomorogni a tömegközlekedésen, meg interakcióba lépni emberekkel, az most valahogy nagyon nem én vagyok. Most is sétálok, és inkább választom azt, hogy sétálok és kések egy kicsit, mint azt, hogy tömegközlekedjek. De megremegsz ilyenkor. Megremegsz. Nagy a tét. Jó, már csak nekem kell eltapni. Nagyon közel van. Ezt nem hiszem, de... Azt figyeld? Na jó, azt hiszem le is zárhatjuk. Na most ezt vedd még soha, mert ez most egy jó kód. Ment 4-1. Hazajöttem vacsorázni anyához, mert anya olyan cuki volt, hogy készített kaját. Anya macskáját most így kell elképzelni. Őt szerintem csak akkor mutattam videóban, amikor örökbefogadtuk. Azóta nem. Hát jelenleg így néz ki, és szerintem ő a világ legrosszabb macskája egyébként. Az utóbbi időben többször aludtam itthon, és... Én az Ilonából kiindulva soha nem pakolom el az ilyen kajákat, meg ilyesmit, mert mint hogy simán előhagyhatok bármit, mert az Ilona nem nyúl hozzá. Na ő mindent szeretne megenni, de tényleg mindent. És borzasztóan rossz. Ha kinövi ezt a macska tinédzserkort, szerintem utána jobb lesz, de most még kegyetlen. Vadállat. Au! Na most még annyi történik, hogy gyorsan átválogatom a képeket, amiket ma csináltunk, és meg is szerkeztem őket, és lehet, hogy most még éjszaka így le is adom. Kis piknik hangulatú képeket csináltunk, úgyhogy ezeket most át fogom válogatni, hogy végül melyikeket válasszam ki, és hogyha nagyon ügyes vagyok, akkor még meg is szerkeztem, mert amúgy csináltunk egy ilyen kóstolgatós videókat is. És lehet, hogy azt is össze fogom még vágni, nem tudom. És aztán holnap viszonylag korán kelek, ugyanis holnap egy nagyon izgi jó, már amúgy egy másik macskával vagyok itthon a sajátommal. Holnap egy nagyon izgi program lesz még, úgyhogy kéne valamennyit aludnom, hogy tudjam élvezni. De ezt valamiért mindenképpen meg akarom most csinálni. És utána már csak aludni fogok, és holnap ismét, vagy hát holnap egy kirándulós nap lesz a mai kis budapestes kirándulós volt, holnap viszont máshova megyünk, úgyhogy tényleg valamennyit kéne aludnom. Te ehhez mit szólsz? Te nem jössz kirándulni. Irány a Balaton! Megérkeztünk közben, most vagyunk a Balaton akaratján. Nem tudom, hol megyünk.
Jó, akkor most vagyunk Balatonakaratján, és itt fogunk elmenni az Ördög Nóráik bisztrójába. És... Bisztró? Miért micsoda? Miért mi az? Hivatalosan egy kisbolt, ez tényleg olyan... Ördög Nóráik hozzájára megyünk. De nem, hát vannak ilyen bisztró ételek, nem? Igen. Akkor az Ördög Nóráik kisboltjába. Ti voltatok már itt? Nem, senki. Na erre kíváncsi leszek akkor. Fogunk jeges kávézni, meg ilyesmi. Oh! Ja! Nagyon várom a kávét. Ez egy nagyon finom kávé amúgy. Szerintem nagyon jó. Azt a jeges kávét szeretem, amiben érződik nagyon, hogy kávé, és nem csak ilyen tej ízű. Élvezem én a strandot ottan, annyira szép és jó, annyi vicceset látok, s hallok, és még Bambi is kapható. Na jó, azt hiszem, hogy ezt abba hagyom, amíg át nem csönget a szomszéd így hajnali egykor. Nekem a Balaton a Riviera, napozni ott szeretek a homokon. Visszaszámolok, hogy mikor ugorhatsz. Jó, jó. Igen. Most ennyire meglepődöttek a beugrási. Nagyon szép volt, 10 pont. Nagyon szép a bíz. Így csodáld a tájat. Ó, de szép. Várj, csinálok közben egy képet is. Ideg? De basszus, ti akkor lángos fogtok enni? Én nem ehetek lángos, mert én nem szénhidrátozom. Nekem már mindegy. Nekem ma gyümölcs nap van. A fagy is, ez vagy csak is. Ez kakaóba. Gyümölcs. Ide még egy kis szénhidrát. Ez nagyon fura, de nekem a lángos az ilyen ősellenség ételem. Ezt tudom. Nem tudom, egyszerűen mindig csak azt kötöm hozzá, hogy hány ingerem van utána. Nem esik jó. Az az érzésem, hogy olajos. Nagyon. Na menjünk, meg kifolyik a szó. Nem vagyok egy lángos fan. Amúgy jó volt, azt mondtam pont, hogy ez nem olyan olajos. Nem hallottam. Így úszik. Úr is. Ez unni volt. Nem, köszönöm. Ugyan az ünnei ticikzi. Ez csak a bőre, nem? Jó, nem is. Most áthozol és átgurulnak rajtad. Ez él. Mondtam, hogy él. Sétálj be ide, nézd meg, hány kis jó van. De amúgy én szeretném még ilyen állatokkal találkozni. Ez egy állatkert? Ja! Megvan! Mi van? Valami nagyon mérgesen zümmögött. Ezt olyan jó, hogy levideóztam az egészet.
De vacsoráztunk végül, és én felfutottam egy dombon, amíg ők még csak ott tartanak. Úgyhogy igen, amúgy nagyon-nagyon finom volt a vacsi. Én le is mozogtam most. Rántott csirke mellett ettem, ilyen általános salátával, mármint amiben így volt minden. Meg én mostanában rászoktam, hogy mindig szoktam kérni egy adag rizst az ilyen csirkés salátás kaják mellé. Mert én rájöttem amúgy, vagy hát ezt már régóta tudom, de mostanában ez nagyon így, hogy imádom a rizst. Én nem tudom, hogy ez mitől alakult most ki, vagy erősödött így fel, de mindig rizst kívánok. Ez nagyon-nagyon furcsa. Ez minek a jele? Amúgy nagyon szép kis Golden Hour-ben vagyunk jelenleg. Van egy kutya a vonaton. Most, hogy már az Attila is elszállnál több. Jó reggelt. Reggelt. Csináljunk egy... De most végeztünk a szociálpszichológia vizsgánkkal. Hogy ment, Szonya? Nagyon-nagyon jól ment. Szerintem ez egy tökéletes kezdés volt. Igen, egyébként mindig az ilyen pszichológiát, meg szociálpszichológiát szoktuk felvenni elsőre. Mindig esszét kell írni, és általunk választott témában a fél év anyagából, szóval ez nyilván egy kicsit ilyen kis könnyebb feladat, viszont a csoport fejlődés szakaszairól. Te miről írtál? Én a nemek közötti különbség a félreértés kommunikációjában. Na, akkor a te témád egy kicsit érdekesebb. Én úgy kezdtem, hogy azért ezt választom, mert hogy nagyon sokszor érint minket a csoportfejlődés kialakulása az egyetemen. Mert ugye sokat kell csoportba dolgozni. Nagyon jó. Igen, ez volt a bevezetőm. Én azért választottam ezt, mert utálom a férfiakat. Nem is ezt írtad. Na jó, és most keresünk valami kaját. Aztán folytatódik a nap. Jól indult, jól indult. Na közben már... Jaj, de kiég. Na közben már délután van, és voltam fülorgégészeten, ugyanis arra gyanakodtam, hogy így el van dugulva a fülem, vagy így be van dugulva a fülem, mert már ilyen furcsán, nem tudom, ilyen nyomó érzést éreztem, és gondoltam biztos, ami biztos elmegyek, de azt mondtam, hogy azt mondta, hogy gyönyörűen tisztán van tartva a fülem, viszont amit én eddig egyáltalán nem tudtam, hogy orrsövényferdülésem van, és azt mondta, hogy nem is kicsit, hanem ilyen elég durván, és azt mondta, hogy alig tudok valójában levegőt venni az orromon. Azt mondta, hogy az egyik orrjukamon egyáltalán nem szinte, ez most lehet, hogy titeket egyáltalán nem érdekel, de azért érdekes volt ezt számomra megtudni, meg jó, hogy így megnyugodtam, hogy nem nagyobb a baj. Bár mondjuk, egyébként tényleg fura, hogy egészen eddig nem tudtam, hogy orrsövényferdülésem van. Ja, és azt mondta, hogy a fülemben is azért érzem ezt a furcsa érzést, mert a dobhártyám az orrsövényferdülés miatt furcsán áll. Ezt most nem tudom, miért mondtam el ebben a videóban, de ez is a mai nap programja volt, úgyhogy gondoltam, megosztom. És most nem tudom, hogy merre kellene mennem. Szép. Ja, és annyi ezzel kapcsolatban még, hogy amúgy meg lehetne műteni. Azt mondta, viszont, hogy ő így nem ajánlja, mert hogy ezzel így tudok együtt élni, én egyszerűen csak a számon veszem a levegőt, nem az orromon. Azt mondta, hogy így eljön majd az az idő, amikor majd idegesíteni fog ez annyira, hogy így... meg kellene műteni, mondjuk ilyen, hogyha ilyen 40 éves leszek, vagy ilyesmi, de azt mondta, hogy most még ő nem ajánlaná ezt a műtétet, mert azutána, hát 3 hétig nem tudnék nagyjából csinálni semmit, mert felszakadhatna a varrat, vagy ilyesmi, ami amúgy nem lenne túl jó. Jaj, jesszusom, majdnem elütött egy bicikli, szóval... Okay. Szóval nem lesz megműtve az orr sövényferdülésem, ennyit szeretném volna elmondani még.